Szeretettel köszöntök mindenkit, nevem Damsa André és a Pécsi Tudományi Egyetem Pszichológia Intézetében működő kognitív pszichológia képzésen belül vagyok másodéves M.A.s. végzős hallgató. És először is arról szeretnék beszélni, amiről nem fogok beszélni. Tehát az előadás során nem lesz szó arról, hogy a videójátékoknak jó vagy rossz hatása van a játékosokra, mert úgy gondolom, hogy ez a kérdés már magában megérne egy konferenciát, és számunkra talán most nem is lényeges. Továbbá arról sem lesz szó, hogy a számítógépes játékokat hogyan lehet alkalmazni az oktatásban, mivel nem szeretnék specifikusan egy játéktípusra rámenni, hanem azt szeretnék felvázolni, hogy a játékok mögött meghúzódó motivációs struktúrákat hogyan lehet beépíteni ilyen esetben az oktatásban. És végül, de nem utolsó sorban arról sem lesz szó, hogy a számítógépeket hogyan lehet alkalmazni az oktatásban. Mert ez a módszer analóg környezetben is működőképes kell legyen. Tehát olyan helyen is meg lehet valósítani, ahol nincsen specifikus technológiai, technikai, digitális háttér. Viszont szó lesz arról, hogy miért jó játszani, miért hasznos játszani, miért szeretünk annyira játszani, és tulajdonképpen az előadás magját képezi az, hogy hogyan lehet egy nem játékos közeget, ilyen esetben az oktatást, olyan varázslatossá, olyan vonzóvá tenni, mint egy játék. És elmondom önöknek az egér és a macska esetét, ami hát első ránézésre egy mese is lehetne, de nem az, az egy kutatás, amit pszichológusok végeztek, annak érdekében, hogy felderítsék, hogy a korai időszakban történő játékdepriváció, játékmegvonás hogyan hat a későbbi viselkedésre. És hát többek között etikai okok miatt ezt egereken végezték, mert embereken nem lenne éppen helyes. A következőképpen zajlott a kutatás. Kisegereket két csoportra osztottak, az egyik csoportnak megengedték, hogy játszanak, de ők is játszanak egymás közt, kergetőznek, harabdálják egymást, stb. A másik csoportnak viszont ezt nem tették lehetővé, tehát megvonták tőlük a játszás lehetőségét. Megvárták, ezek az egerek felnőjenek, és ezután ugyanannak a kísérleti helyzetnek tették ki őket. Mutattak nekik egy macskát. Az elvárt viselkedést produkálták, megijedtek, és beszaladtak a legközelebb lévő rejtek helyre, egérjukba. Na most a viselkedéses különbség ezután következett. Azok a kisegerek, akik játszhattak, aztán felnőttek és kilettek tévenek a szituációnak, egy idő után kijöttek a rejtek helyükről. Tehát amikor elmúlt a veszély, kimerészkedtek és folytatták addig tevékenységeiket. Ezzel szemben azok az egerek, akik nem játszhattak kiskorukba, nem jöttek ki. És hogyha a kutatók nem adnak nekik bent élelmet, vagy nem veszik ki őket, akkor akár le is pusztulhatnak, éhen halhatnak bent. És ebből leszületjük azt a következtetést, hogy a játék egy védett kontextust, egy védett környezetet biztosít különböző később megjelenő viselkedésformák kibontakozására. Tehát gyakorlatilag kompetenciafejlesztő képessége van, és ez ugyanígy működik az embernél is. Egy híres pszichológus, név szerint Vygotsky, ezt nagyon célratörően megfogalmazta, amikor azt mondta, hogy a gyermek játszás közben, játék közben tulajdonképpen túllépi saját életkorát, és sokkal erőteljesebben fejlődik, mint bármelyik más hétköznapi tevékenységben. Pontosan azért, mert kreatív, gondolkodik, egy szabályrendszert követ, vagy egy szabályrendszert alkot, és ezáltal fejlődik értelmi szinten, érzelmi szinten és viselkedéses szinten is. Nos, tegyük fel magunkban azt a kérdést, hogy miért játszunk? Miért jó játszani? És talán az első dolog, ami eszünkbe juthat ezzel kapcsolatban, az az, hogy azért, mert szórakoztató. Amikor játszunk, jól érezzük magunkat, szórakozunk. Bizonyos esetekben, amíg boldogok is lehetünk. Nos, sajnos a tudomány számára ez a meghatározás triviális. Tehát ezzel nem sok mindent tudunk kezdeni. Kell egy olyan definíció, amire akár egy elméleti keretet rá lehet építeni, és nehogy Isten, még kutatni is lehet valamit benne. És ez a definíció így szól. Azért szeretünk játszani, mert a játék kihat az emberi természetből fakadó motivációs tényezők összetett struktúrájára. És ha valamilyen közegben ezekre a struktúrákra hatni tudunk,
azzal elérhetjük azt a viselkedést, amit ezt szeretünk hívni. És azt még meg kell jegyezni a játékkal kapcsolatban, hogy ez egy belső indítatású, spontán viselkedés. Tehát senki se kötelező játékos arra, hogy játszon, hogyha ez már olyan szinten működik, hogy valaki megmondja, hogy játszunk, akkor az már elég nehezen nevezhető játéknak. Nos, visszatérve erre a definícióra, azt kell tudjuk, hogy melyek azok a motivációs tényezők, és hogyan lehet ezekre hatni. Ez egy egyszerű kérdés, nem? Nem. Nem egyszerű kérdés, és sok esetben a pszichológia idézőjelben tett csőlátása elég nehézkesen birkózik meg ezzel a problémával, viszont itt jön a maga szépségében és egyszerűségében a játékfejlesztése. Ők tudják, hogy kell ezt csinálni. És hogyha rájuk hallgatunk, akkor nagyon egyszerűen tudunk akár pszichológusi szemmel is, vagy tanári szemmel is ezekre a tényezőkre gondolni. És a játékfejlesztés ez már egy ideje mind tudja és alkalmazza, csak náluk egy picit másképp működik a szakzsargon. Ők azt mondják, hogy van olyan, hogy játékdinamika, és van olyan, hogy játékmechanika. Na most ők a játékdinamika alatt értik azokat a motivációs dimenziókat, amikre mi azt mondjuk, hogy az emberi természetből fakadnak. Ezek inkább elméleti síkon határozhatóak meg, viszont a játékmechanika az ennek a gyakorlatba vetett formája. Tehát a játék mechanikában jelennek meg azok a tényezők, amelyekkel adhatunk a játék dinamikában szereplő dimenziókra. Na most, ki szeretném innen emelni a jutalmat. Nos, akármit csinálunk, annak szeretjük látni a gyümölcsét. Szeretjük érezni azt, hogy valamit elértünk, valamit produkáltunk, valamivel többek vagyunk. Most a játék legtöbb esetben a tevékenységeinket egy pozitív érzéssel jutalmazza. Ez lenne a szórakozás érzése, a fun. Viszont ehhez egy elég hosszú út vezet, és az egyik ilyen út a pontrendszer, illetve a szintrendszer. A játékokon belül, hogyha megoldunk egy feladatot, akkor kapunk érte pontot. Ez egy rögtönös visszacsatolás. Tehát ahogy megcsináltam valamit, kapom is a visszajelzést, hogy jól csináltad, oké, kapsz érte pontot. És ha összegyűjtök megfelelő mennyiségű pontot, akkor lépek egy szintet. Ez egy szakaszos visszajelzés, ez egy távolabbi célnak megfelelő visszajelzés. Mert egy idő után lehet, hogy megunnám azt, hogy pontokat gyűjtök, viszont hogyha előttem van egy cél, akkor az már gyakorlatilag szentesíti az eszközt. Nos, ez a rendszer nagyon jól működik az oktatásban. És erre van példa. Az első ezzel kapcsolatos publikáció 2010-ben jelent meg, úgyhogy ez egy relatíve új rendszer, és természetesen egy amerikai illetőhöz köthető, professzor Lee Sheldon, és ő alkotta meg a fennlátható táblázatot, amelynek a bal oldali oszlopában szerepelnek az elérhető szintek 1-től 16-ig. Középen van egy úgynevezett experience bar, ami egy tapasztalati pontrendszer magyarul, és fel van tüntetve, hogy még szintnek mennyi pont kell. Na most a jobb oldali oszlopban pedig látható ezek konvertálása jegyekbe. Mivel Amerikában beszélünk, nem számszerűsítve vannak, hanem betűkkel jelezve. És ez úgy működik, hogy a diákok évelején első szintűek. És évközben, ahogy oldják meg a feladatokat, csinálnak projekteket, írnak ZH-kat, témazárokat, akármi, kapnak pontokat. És ezáltal lépnek szinteket, ami év végén aztán egy jegyet fog eredményezni. És képzeljék el, hogy Lee Sheldon professzor úr bemegy egy teljesen új osztályba, nem is ismeri, beáll az osztály elő, és azt mondja, hogy jó reggelt kívánok, a nevem Lee Sheldon, és én fogom önöknek tanítani az XY tantárgyat, és mindenkinek van egy egyese. Na, szerintem már ezért az arc kifejezését is érdemes lenne ezt a rendszert bevezetni, de ezután úgy folytatná a tanár úr, hogy mindenkinek van egy egyese, viszont mindenkinek megvan a lehetősége, hogy az év végére az egyes vagy ötös legyen. Azáltal, hogy pontokat gyűjt, és szinteket lép, és gyakorlatilag összerakja a saját jegyét. Ez a rendszer két szempontból nagyon előnyös. Az egyik az, hogy a diákok egyfolytában tudják monitorizálni saját teljesítményüket. Mindig tudják azt, hogy hány pontjuk van, mennyi pont kell a következő szinthez, és hogy
bizonyos szint milyen jegyet eredményez majd. Tehát ki jelölhetik saját maguknak a cégeket. És a második, szerintem ennél is erősebb pozitívuma az a következő. És ezt egy példával szeretném illusztrálni. Tegyük fel, hogy holnap bemegyek vizsgázni, tegyük fel, hogy tanultam, kapok egy ötöst, boldog vagyok. Jövő héten bemegyek vizsgázni, tegyük fel, hogy nem tanultam, de azért valamit csináltam, kapok egy kettest. Mi történt? Rossz. Rontottam 3 pontot. Tehát múlt héten volt egy ötösöm, most van egy kettesem. Kudarc érzésem van. Nem vagyok már jobb, mint múlt héten. Viszont nézzük meg, hogy ez hogyan működne ebben a rendszerben. Bemegyek vizsgázni, kapok egy ötöst. Jövő héten bemegyek vizsgázni, kapok egy kettest, de az hozzáadódik. 7 ponton van. Tehát annak ellenére, hogy rosszabbul teljesítettem, mint múlt héten, mégis fejlődtem egy kicsit. És ez a progresszió érzés, ez nagyon motiváló tud lenni a gyereknek. És a diákoknak. Egyébként Sheldon tanár úr ezt egyetemen alkalmazza. Viszont majd mutatok példákat, hogy középsuliba is működik. Amit még ezek közül ki szeretnék emelni, zárójában megjegyezném, hogy nem fogok minden dimenzióról beszélni, hogyha valakit valamelyik különösebben érdekelne, akkor nagyon szívesen beszélek, csak most az időkeret miatt nem fog ez így beleférni. Viszont teljesítményről szeretném még beszélni. Minden diák szeret teljesíteni. A különbség az, hogy miben. Szeretünk teljesíteni, szeretünk feladatokat megoldani, viszont akkor, hogyha a számunkra megfelelő. Nem tudom, hogy hallottok-e a flow élményről. Felteszem, hogy igen. Ez egy olyan érzés, ami akkor jelentkezik, amikor nagyon-nagyon belemerülünk egy feladatba. Tehát teljesen ki tudjuk zárni a külvilágot, eltorzul az időérzékelésünk, annyira koncentrálunk valamire, annyira involváltak vagyunk valamiben, hogy tulajdonképpen az egész energiánkat arra valamire fordítjuk, és ez pozitív érzéssel tölt el. Most a feladatok esetében a flow akkor jelentkezik, hogyha a feladat nehézsége megfelel a saját képességeinknek, tehát a saját kompetenciáinknak. Hogyha a feladat túl nehéz, nem tudjuk megcsinálni, akkor szorongást eredményez. Én így voltam matekkal. Hogyha a feladat túl könnyű, akkor pedig unalmat. Tehát az a gyerek, aki megoldja az osztályban a feladatot 5 perc alatt, ami az átlagnak mondjuk 20 perc vagy 15 perc, az ott fog ülni, és nem tudom, repülőket fog hajtogatni, stb. Tehát unatkozni fog. Viszont, hogyha eltaláljuk azt a sávot, amiben beleesik a feladat nehézsége, illetve a gyerek képessége, akkor nagy eséllyel meg tudjuk teremteni ezt a flow élményt. És a játékokban ez egy alapvető cél. Tehát amikor játékot terveznek, akkor erre a modellre iszen módon ráfókuszálnak. És ezt általában úgy érik el, hogy alapból nehezednek a feladatok. Tehát az elején nagyon könnyűt adnak, és ahogy halad a játékos, úgy nehezedik ez a feladat. És ez még így talán evidens lenne, viszont a játékokban bele van építve egy olyan rendszer, ami lehetővé teszi, hogy akár a játék közben is átállíthassuk a játék nehézségét. És első ránézésre talán ez azt eredményezné, hogy mindenki beállítja a legkönnyebb fokozatot, hogy legyen túl rajta, vagy hogy vigye végig. De nem ez történik. Hanem az történik, hogy a játékosok egyre nehezebbre állítják. Már gyakorlatilag kínlódnak, de ez egy pozitív kínlódás. És ez szerintem nagyon érdekes, hogy ez így működik, és ez így alkalmazható. Semmire még fel szeretnék hívni itt a figyelmet, ez az altruizmus, ez az önzetlenség, ami, amikor megláttam először azt az ábrát, el is gondolkodtam, hogy talán miért van benne, mi lehet a szerepe. És aztán megértettem, ez szoros kapcsolatban az ajándékozással. Az említett pontrendszerben, a táblázatban szereplő pontrendszerben, amikor ezt kikísérletezték, volt olyan osztály, ahol lehetővé tették azt, hogy a diákok év végén egy minimális pontmennyiséget eloszthattak a társaik között. Tehát ha például 100 pont kell ahhoz, hogy megkapjam az ötöst, akkor én például elosztogathatok 5 pontot, ami nekem pluszban van, tehát hogy megkapom és azt szétoszthatom a társaim között. Annak, akinek erre szüksége van. És ez iszonyat módon facilitálta a csoportdinamikát, és a csoporton belüli
interpersonális kapcsolatokat, pozitív irányban természetesen. Nos, a játékos társ talán legismertebb modellje, ami itt ki van vetítve, és megvan nekünk is a napon. Ezt úgy hívjuk a játékosítási kör. Ez tulajdonképpen egy konkrét metodológiai módszer arra, hogy játékosítsunk. Az első lépés az az, hogy kell adni egy kihívást. Kihívás nélkül, feladat nélkül nincs játék. Valamin át kell menjünk. Valamilyen problémát meg kell oldjunk. Át kell hidaljunk egy akadályt. És itt jó képben tartani azt az ábrát, hogy milyen kell legyen a feladat ahhoz, hogy fel tudjuk vele kelteni, és fel tudjuk vele tartani az érdeklődést. És ha van egy kihívásunk, akkor ehhez kell egy nyerési lehetőség. Meg lehessen oldani azt a feladatot. Ha nem lehet megoldani a feladatot, akkor itt el van vágva az egész folyamat. Tehát a diák, vagy a tanuló, vagy a játékos ezt el kell érje. Amikor van egy megoldása, azt jó, hogyha, vagy az eredményt jó, hogyha össze tudja hasonlítani a társai eredményével, vagy egy átlagban, egy normában. És ezáltal el tudja helyezni magát. És amint van egy eredményes, egy viszonyítási pontja, jó, hogyha a játékosokat díjazzuk valamiféle jelvénnyel. Ez a jelvény itt tulajdonképpen idézőjelben van, mert ez jelenthet mondjuk egy piros pontot, jelenthet egy kitűzőt, akármilyen olyan jutalmazást, aminek konkrét anyagi vonzata nincs, viszont annál erősebb a szemantikai értéke, vagy az érzelmi értéke. Tehát kapott egy minősítést. Nos, ez kell egy szociális háló, amiben ezt úgymond fitoktatni tudja. Nekünk alapból megvan erre az osztályközösség, ami egy elég erős szociális háló. És hogyha csúnyán akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy ezen belül ezáltal ki fog alakulni egy hierarchia. Viszont nem szeretem a hierarchia vagy alkalmazását, mert ez implikálja, feltételezi azt, hogy van egy alárendelt pozíció. És inkább azt mondanám, hogy kialakul egy csoport struktúra, amiben nem feltétlenül arról van szó, hogy valaki jobb valamiből, mint a másik, hanem mindenki megtalálja a saját helyét a csoportban. És ha megtaláljuk a helyünket a csoportban, akkor van egy státuszunk. És a státusz pszichológián belül egy nagyon erős fogalom. Mert nagyon sok minden kötődik hozzá. És nagyon sok mindent azért csinálunk, hogy státuszunk legyen, nem csak a környező embertársaink miatt, hanem a saját önértékelésünk, én képünk és én kifejezésünk érdekében. És ez a diák esetében nagyon erős, mert a kortárs csoport nagyon sokat számít. És egész folyamat közepén van a pontrendszer, mivel hogy ez működteti az egészet. Ez nyújtja a feedbacket, a visszajelzést. És be szeretném mutatni két példát. Az egyik egy lokális, tehát egy fél évnyi vagy egy évnyi tanterv átalakítása biológia területén belül. A másik pedig egy globális, tehát egy egész iskolai rendszer interdisziplináris játékosítása. Tehát az első példa egy amerikai középiskolából származik. 10. osztály, BIOS, nem épp a legjobb osztály. Hogyha nagyon-nagyon finoman akarok fogalmazni. 80% átlag alatt teljesít. Nagyon sokan buknak ki, csomóan be se járnak órára. Tehát szerintem sok tanár szeretne ebbe az osztályba tanítani. Elég rossz körülmények vannak ahhoz képest. Tehát nem egy államosztály. Viszont van egy nagyon eltökélt tanárnőnk, aki elhatározta, hogy ő bizony megtöri ezt az egész káoszt, és kialakít egy olyan módszert, ami motiválja a kölyköket. És megcsinálta a Biology Quest, biológia küldetés nevű játékot, ami tulajdonképpen a biológia óra játékosítása. És a játék menete következőképpen zajlott. A játékosoknak, tehát diákoknak szinteket kellett elérniük, bizonyos időintervallumokon belül, minél hamarabb, annál jobb. A szintekhez pontokat kellett gyűjtsenek. Például az első szintre volt egy hetük, amihez kellett 100 pont. Na most a pontokat feladatok alapján gyűjthették össze, feladatok megoldásával. Voltak könnyű feladatok és nehezebb feladatok. Értelemszerűen a könnyű feladatok kevesebb pontot érnek, a nehéz feladatok
több pontot. Tehát kiválaszthatták azt, hogy mi áll hozzájuk közelebb. És amiben még döntési joguk volt többek között a diákoknak, az az, hogy milyen típusú feladat választanak a tanulási stratégiájuk függvényében. Tehát voltak olyan feladatok, amelyek az auditív tanulást facilitálták, voltak, amelyek a vizuális, és voltak, amelyek a kinesztetikus, tehát a motoros. És a tanár ezt azért csinálta, mert évelején felmérte a diákokat, akinek milyen tanulási stílusa van, és úgy gondolta, hogy ez így jó lesz, és jó is lett egyébként. Tovább a pontrendszeren kívül bevezetett még egy ilyen virtuális pénznemet, ezt elnevezte BIOS Dolcsinak, amit a pont mellett kaptak a feladat megoldásáért a diákok. És ezt beválthatták különböző dolgokra. Tehát például megvehették azt a jogot, hogy ők órán kimehetnek az udvarra dolgozni, feladatokat oldani. Vagy megcsinálták azt, hogy órán kimennek a könyvtárba. Vagy Amerikában elég komolyan veszik azt is, hogyha például a diák kimegy WC-re óra közben. Tehát van ez a hall pass. Tehát kell kérni egy ilyen jóváhagyást. És ezt is kiválthatták ezekkel a BIOS Dolcsikkal. Nos, ami még érdekes volt, és számomra, mint játékos számára szimpatikus volt, az a feladatok tálalási módszere. Tehát nem az történt, hogy a tanárnő óra elején megmondja, hogy itt van ennyi feladat, ezek közül választhattok. Hanem a feladatokat az osztályban található, nem tudom, én látszik a kép, található tárgyakhoz, objektumokhoz rakta le. Tehát a diák gyakorlatilag felvehette úgymond a kihívást, például a csontvásztól. Vagy az osztályban volt egy kabala állatok, akkor a kabala állattól. És akkor tulajdonképpen neki dolgozott. Ez inkább egy ilyen narratív involválódást eredményezett. És nem pedig arra vonatkozott, hogy akkor most egy személytől kapjuk végig a feladatokat. És a játékokban nagyon jól működik, és alkalmazásra kerül. Most az első év lefutása után rendkívül sokat javult az osztály. 90%-uk teljesített 3-as fölött, ami azért nem rossz. Szinte mindenki bejárt órára, és sok visszajelzést kapott állni azzal kapcsolatban, hogy a diákok akár majd a középiskolai elvégzése után valamiféle biológiát igénylő szakmában szeretnének elhelyezkedni. A másik példa ugyancsak Amerikából származik. Ez egy egész iskolai rendszer játékosítása. Őket úgy hívják, hogy Quest to Learn. És itt tanárok, játéktervezők, tantervezők és szülők dolgoznak együtt abban, hogy megteremtsenek egy játékosított, interdisziplináris, tehát tanórákon keresztül ívelő, különböző tantárgyakat összefoglaló rendszert. Egyébként így néz ki a kezdő oldaluk, egy része, mert hosszabb persze. Fent van néhány példa a kurikulumból, a szilabuszokból, lehet nézelődni, szerintem érdemes is, nagyon jó ötleteik vannak. Ebben elég sok pénzt fektetnek. Ez egy privát zsuli egyébként. Tehát így van honnan. És akkor el szeretnék mondani egy példát, úgy látom, van még időm. Tőlük származik. Fizika és törci keresztezése. Azt csinálták fizikából, hogy tanulták a fény tulajdonságai belül, a különböző hullámhosszokat. És építettek egy olyan láncserendszert, amivel ki tudnak szűrni egy adott frekvenciájú fénynyalábot. Ezt így megcsinálták, minden oké. Következő óra, törci. Tanulnak a görög mitológiáról. Na, ezt hogyan lehet összekötni a fizikával? Játékosta volt természetesen, és azt egy szerepjáték keretén belül azt játszották, hogy lejön egy éppen aktuális görög istenség, és egy papír darabon hoz nekik egy üzenetet. Viszont, és itt van a csavar, a papír darabon lévő üzenet olyan tintával volt megírva, amely csak az adott frekvenciára reagál.
Tehát használnunk kellett előző tudásokat és az előzőleg megépített szerkezetet, amit fizika órán készítettek, arra, hogy aztán ennek az istenségnek az üzenetét meg tudják fejteni. Tehát egy elég szép átívelést vittek bele a két tantárgy közti mezőben. És hát így röviden, még mielőtt befejeznék, szeretnék itt saját indítatásból, saját kíváncsiságom miatt feltenni egy kérdést. És azt szeretném, hogy nyújtsák fel azok a kezüket, akik szoktak valamilyen játékot játszani. Ez lehet sakktól kezdve, passzjánszon át, akármit, tehát akármilyen játék. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.